A szilva ízben, színben, formában és elkészítési lehetőségeit tekintve is változatos csonthéjas gyümölcs. Remek táplálék, frissen vagy feldolgozva már egészen kicsikortól. Érése már júliusban megkezdődik, és egészen október végéig szedhetjük, vagy vásárolhatjuk a feszes héjú friss szemeket. A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium technikum és kollégium ültetvényén több szilvafajta is megtalálható. Karcagon a Szent Annai Református Középiskola területén vagyunk, ahol közel egy hektáron háromfajta szilva lett telepítve. A Lepotica csacsenszka, a Stanley és a besztercei fajták. Ennek a három fajtának az érési ideje úgy követi egymást, hogy lehetővé válik a folyamatos szedés és feldolgozás. Jelenleg a Lepotica fajta érik, ez egy nagyszemű, lédúrzamatos fajta. A szilvából nagyon finom lekvár is készíthető. Az intézmény tanüzemében már elkezdődött a gyümölcs főzése is. Az érett leszedett szilvának egy része ide az intézmény tanüzemébe kerül, ahol válogatás, mosás, felezés és magozás után ebben a 100 literes lekvárfőző üsben kerül kifőzésre a lekvár. Nagy Sándor Juditot arról is kérdeztük, miben különböznek az ültetvényen termő egyes szilvafajták. Az íze is különbözik, illetve a magának a termésnek a mérete, a húsvastagsága. A Lepotica, ami most érik, itt látható mögöttünk is, ez egy viszonylag nagyszemű lédús fajta. A Stanley már egy kisebb, édesebb, és a besztercei fajta az pedig ugye a régi hagyományos lekvárnak való szilva, amiből főleg az idősebb korosztály ugye leginkább szereti a lekvárt főzni, hiszen az a legvékonyabb héjú, legédesebb fajta. Nagy Sándor Judit hozzátette, hogy mindhárom fajta bővelkedik idén is termésben, így lehetővé vált a már-már hagyománynak számító Szedd Magad akciójuk meghirdetése.